Az idei, eddig csapadékmentes száraz időszak nem teremtett kedvező feltételeket a kétéltűek, közöttük a békák szaporodásához. Elsősorban a vizes réteg, tocsogók, tavak hiánya miatt csak kevés helyen tudtak petecsomókat rakni. A hűvös napokon elmaradt az ilyenkor szokásos esti béka koncert is. Egyedül a víz visszatartással biztosított élőhelyeken, így az izsáki kolontónál, Pusztaszer közelében és a Mórahalmi tavaknál lehet jelentősebb békaszaporulatra számítani. Itt már megjelentek a kikelt ebbihalak tömegei, bár közülük kevés éri meg a felnőtt békakort. Amire sajnos számítani lehet, az a nagy tömegű szúnyog. Mivel lárváiknak szorgalmas pusztítói a békák, az idén lényegesen kevesebb számban mutatkoznak. Az egyedüli biztató jel, hogy a Dunatisza közén a Kiskunsági Nemzeti Park által épített több mint 30 béka alagút csökkenti a kétéltőek pusztulását, így még növekedhet számuk.